Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tehát beszeretném mutatni a fehér avatárt. Ubulka Laura, én így hívom fehér avatár. Tehát én ezt eltettem az ősze. Hogy tettem el? Gyerünk, nézzük meg, hogy mi van itt. Hogy néz ki? Tehát elég jól le van itt izélve. Azt se tudom, hogy kibontsam, ne bontsam ki. De hát nézzék meg a kis gilisztát. Az azt jelenti, hogy itten azért van anyag. Itt van a drága. Nem akarom jobban szétszedni, ne haragudjanak. Tessék megnézni, itt van. Vissza szeretném pócolni a kis fehér avatárt. Így. Visszateszem rá a kis szalmát. És jó. Tehát azt szeretném bemutatni, hogy én hogy ültetem a szőlőt. Tehát. Így van. Ez volt a kis fehér avatár. Mostan megyünk, és elültetünk egy kis. Megnézzük, hogy mi ez. A Barnabástól, a Csernája Oblakó. Jó, mondjuk ezt a konténerbe tettem, de nincs annak lényege. Hova tettem, vagy hova nem. Nézzük meg, hogy mi lesz itt. Ezt kiszedem, sajnos itt meg kell. Nézzék meg, milyen gyökere van. Nézzék meg. Tehát ezt. Itten még nagyon mély is a gödör, ezt beledobok ide mindent, ami volt a kis izébe. Nem kell itten nézni, hogy lefele menjen a gyökér, vagy felfele, vagy mit tudom én, milyen hülyeségek. De miért? De miért, gyerekek? A szőlő, az tudja, hova menjen. Hiába nyomom lefele a gyökerit, ő úgyis felfele jön. Miért? Mert a tápanyag itt van fent, itt van, itt, itt. Hiába mondod, hogy nyomjam lefele, felfele. Jó. Azután mit kell csinálni? Tehát ezt ültetjük, ez a novemberi ültetés, decemberi, az őszi ültetés. Értik? Aztán mit csináljuk? Fogjuk a kis kapát, behúzzuk a földet itten, ez tiszta agyok, de sajnos egy kicsit jó, mert jó, megfagyott. Teszünk egy kis szalmát is bele. Az nem számít. Behúzzuk. Minél jobban. Nem kell nagyon mélyre ültetni, mert úgy is feljön, hogy fentről húzza a tápanyagot. És mostan mit csinál? Felhúzzuk rá annyira a földet, ezt én még nagyon régen tanultam a nagyapámtól. Elnézést, hogyha nem látszik olyan jól. Itten felhúzom, de annyira húzom fel, hogy takarja be. Miért? Mert akkor dolgozik lent a gyökér, és majd ő kijön tavasszal, nem kell csinálni vele semmit. Mert hogyha szabadon hagyod, lefagy, megint visszanő, 5-10 fok, reggel 3 fok, délután 20 fok, lefagy, ő majd kijön, amikor akar. Nem kell bolygatni. Tehát ezek nagyon drága fajták, ezeket nem lehet úgy, hogy én is megjártam. Vettem
nem is tudom hány fajtát tettem, nem jött ki. Nem mindig az a hibás, akitől vesszük. Jól is kell csinálni. Tehát eztet, hogyha itten így letakarjuk, ő kijön magától tavasszal, a csemege szőlő, legszebb dolog a világon. Ő tudja, hogy mit kell csináljon. Csak meg kell adjuk neki, hogy mit kell. Tehát a lényeg az, hogy takarjuk le, és ő majd kijön magától. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon örülnék, hogyha feliratkoznának a kis csatornámra. Köszönöm szépen mindenkinek. Minden jó!